Túristvendiban idén 9. alkalommal rendezték meg a nemzetközi halászléfőző versenyt. Úgyhogy jövőre fog jubilálni ez a rendezvény. Én 3 éve dolgozom itt Turistvendiban, 3 éve veszek részt a szervezésbe. A célunk az ezzel a rendezvényen, hogy egy olyan turisztikai produktumot kínáljunk, akár a hazai, akár a külföldi turistáknak, akik ez alapján majd vissza fognak járni ide a településre. Mi a fő cél a kulturális programok összeállításakor? Milyen fellépőket hívnak? Mindig megpróbáljuk úgy megoldani az egészet, hogy elsősorban a szatmári kultúrát, a szatmári népi jelleget domborítsuk ki, amennyire lehet. Ezt általában népzenével, néptánccal próbáljuk megvalósítani, és a gasztronómiai része a rendezvénynek az is arról szól, hogy kifejezetten tájjellegű szatmári ételek kerüljenek itt kínálásra vendégeknek. Milyen forrásokból lehet finanszírozni egy ilyen rendezvényt? Hát sajnos az idén nem sikerült pályázati támogatást kapni ehhez a rendezvényhez, és szponzori támogatásokból sikerült megvalósítani. Kelemen Gyula Alapítvány adott egy jelentősebb összeget a településnek, amiből biztosította a rendezvényhez szükséges anyagi forrásokat egy részről, másrészt pedig a település vállalkozói járultak hozzá a rendezvényhez. Milyen hatással van ez akár Túristvándi, akár a környék turisztikai életére? Hát az idén 10 éve, hogy elkezdtük a település fejlesztésnek azt a részét, ami kifejezetten az idegenforgalommal foglalkozik, és ugye 9. alkalommal rendezzük meg a Nemzetközi Halászléfőző versenyt. Ennek köszönhetően 160 helyel bővült a településen a szálláshelyek száma. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási szám. 97-ben még csak 40 férőhely volt a településen. És a legnagyobb öröm a számomra az, hogy ma egyetlen egy üres szálláshely nincs Túristvándiban. Én úgy gondolom, hogy ha Túristvándi megfelelő mértéket ér el majd a turisztikai fejlesztésben, akkor hatást gyakorol a környező településekre is oly módon, hogy ott is feltöltődhetnek a szálláshelyek. Az megszokott rendezvényeinken kívül az idén nagy örömünkre az országos 11. főépítészi konferenciára is itt ezen a településen kerül sor, és én úgy gondolom, hogy a helyszín maga adja majd a konferencia témáját, ami a falu, hogy milyen lehetőségei vannak a 21. században a kis településeknek, és reméljük, hogy a szakemberek majd szakmai szemmel hozzáteszik a település fejlesztéshez mindazt, amit mi itt belülről nem látunk meg. Nagyon dicséretes és szinte egyedülálló az, ahogy itt a környező falvak, köztük Túristvándi is egymással egységben és összefogásban működnek és szerveznek rendezvényeket. Hogyan lehet ezt megvalósítani, hiszen az ország más tájain ez gyakran nem működik? Én úgy gondolom, hogy a szatmári emberek genetikailag mások egy kicsit, mint az ország más tájékán élő emberek. Sokkal több bennük a szeretet. Ez abból adódik elsősorban, hogy szegények voltak mindig, és a szegény ember nagy családban nőtt fel, így ő megtanulta megosztani azt, amilyen van másokkal. És ez jellemző a településeken élőkre, úgy, mint a települések vezetőire is. Tudjuk azt, hogy egyedül nem vagyunk képesek sokra, de összefogással meg tudjuk mutatni a világnak mindazt, ami ennek a területnek ma értéke.